Hát. Az Afrika ház belsejében folytatjuk, ahol már a falakon lógó képek is felidézik Kucsera papa korábbi tévés szereplését. Azt a mindenit! Kemény, mi? Amikor a sztárok a fejükre estek még 6 évvel ezelőtt. A Frey Tamás vezényelte celebes afrikai realityt a közönség szavazata alapján ráadásul Gábor nyert meg végül, ám a műsorral párhuzamosan az ottani hódításairól is folyamatosan zengett a sajtó. Volt ott ugyanis jó pár csinos hölgyversenyző és stábtag egyaránt, jó párukkal hírbe is hozták. Elnézve ezeket a maszkokat, olyan stílusosan eszembe jut az afrikai valóságshow, annyira... De jó, hogy ez olyan rég volt. Ez rég volt már, nem? Hál' Istennek. Hogy ez neked, ezt te utálod egyébként azt az időszakot? Nem, én örülök, hogy ő eljutott oda. Nem, tényleg. Neked minden egyébként így az egészet, hogy összefoglalva, tehát ugye akkor volt egy ilyen nagyon hirtelen jött tévés, állandó jelenlét, utána jött egy csomó hülye pletyka ezzel kapcsolatban, de akkor is azért hát egy nagy élmény. Egy nagy élmény volt, gondolom én. Te hogy emlékszel most itt vissza az orszarvú tövében? Most pont ezen gondolkoztam, hogy nekünk is volt egy ilyen orszarvú, úgy mindig lesen voltunk, egy ilyen 50-20 méteren volt tőlünk az orszarvú. Én jó volt, én örültem, hogy eljutottam oda. Én azért is vállaltam el azt, mert te úgy voltam vele, hogy ha más nem, olyan helyre jutok el, ahol szerintem soha nem jutnék el, és ilyen közelről így nem fogom látni az állatokat. Szóval az, és érintjük persze a csajozós pletykákat is. Az kanamajkás élet volt. Szóval akkor pont egy olyan nehezen. Igen, jó. De akkor így nem voltunk úgy együtt, szóval ez a... Tartottuk a kapcsolatot, de én nem nevezném meg ezt párkapcsolatnak, ami volt. Macerás élete volt akkor. De előtted ezt nem szabad emlegetni, vagy erre ugrasz? Vagy nem. Minden megbeszéltünk, minden tud, mindenkiről tud. Minden tudok. És velem is minden megbeszéltek? Minden status történetet ismerek, úgyhogy nem nagyon tudnak nekem újat mondani. Se újságok, senki más. Hozzájött, akkor rád szakadt valami, ami eddig nagyon idegen volt? Hát akkor igen. A népszerűség, az odafigyelés, a bulvár. Hát már előtte is meg volt. Már búlben meg a népszerűség, de ezáltal még nagyobb lett azért. Az Afrika házból szabadulva, a múltat lassan végképp lezárva, a feleség mellé sodródom, akitől megtudom, tényleg nem zaklatják ezek a bulvárlapokat is megjárt sztorik. Volt, ami volt, most már csak is a családra koncentrálnak. Nem? Tehát már vége ennek a teljesen jó családapa, családfenntartó, jó férj, de jó társ, tehát jó. Nagyon kívánni se kívánhatnék jobban. Tehát, hogy volt, ami volt, de amióta mi újra kezdtük, amióta a feleségem mentem hozzá, minden úgy van, ahogy mi azt megbeszéltük, lefektettük a szabályokat, mindenki tartja tehát magát jó. Ahhoz. Akkor ma este elmegyünk a borfesztiválra. Azt próbáld meg! Azt tudom, hogy de minden nagyon jó, de azt próbáld meg. Jó, mert hogy azért ezt... Hogy jön össze? Mert bocsánat... Mi a kicsit ilyen olaszosan élünk néha, de... Az divatos most. Egy hosszú együttlévős korszakotok, aztán jött egy szünet, aztán most aztán újra csináltátok a dolgokat. Igazából mi az elejéről nem beszélünk, mert már mi se tudjuk, hogy ez hogy volt. Szóval voltunk, nem voltunk, hogy volt. Mi onnantól beszélünk a kapcsolatunkról, amikortól újra összejöttünk, és akkor a házasság, a gyerekhez szóba jött. Oké, ez az új időszámítás. Onnantól kezdődik a kapcsolatunk, ami rég volt, azt már rég elfelejtettük. És ezt te jól is tudod kezelni. Abszolút, mert tényleg mindent tudok róla, ő is tud róla mindent.